Open Masters újonc és a rendőr kategóriában mérették meg magukat az ország legerősebb emberei. Egy 8 tonnás kamiont mozgattak meg egyenként a 20 méteres távon. Előbb a testükre erősített hámmal, majd ülő pozícióban kötéllel húzták el a teherautót. A feladatot nehezítette az idővel való küzdelem, a bajnokság nyertese az, aki a leggyorsabban húzza be a kamiont a célba. A rendőrök között a dabasi rendőrkapitányság két kollégája is megmérette magát. Csepregi Lászlót a cipője akadályozta a jobb eredmény elérésében, azonban az ülvehúzásnál az egyik legjobb időeredménnyel végzett. 20-at, Tolnai Lajos utolsó húzóként érte el a rendőrök között a legjobb eredményt, ülvehúzása az Open kategória második helyére is elég lett volna. Hogy gratuláljunk elsősorban az eredményhez, első lettél a rendőrök között. Melyik volt a nehezebb számodra, a hámmal húzni, vagy az ülőhelyzetből? Köszönöm a gratulációt. Nem tudom eldönteni, melyik a nehezebb. Hát talán, mind a kettőt nehéznek tartom, de talán ülve jobban ment egy picit. De állva nagyon nehéz volt elindítani. Utána már jött, csak valahogy az nehezebb volt elindítani, de már menet közben szerintem egyforma mind a kettő. A hámnál speciális tipőt használtok meg alapvetően is. Mennyire fontos ez? Hát ez nagyon fontos, mert ez igazából ilyen hegymászó cipő, aminek ugye teljes gumitalpa van, és nincs rajta semmi mintázat, csak egy sík gumilap a talpa, és az nagyon sok tapadást tud még adni, hogy ne csúszunk el. Úgyhogy az minden, anélkül szerintem nem is igazán lehet elhúzni. Hát igazából ez úgy indult idén is, hogy a Darázs Ádámmal megbeszéltük a szövetségi elnökkel, hogy idén Dabason rendezzük meg ezt a kamionhúzó versenyt, ami abból a három kategóriából szokott állni, ami itt is van, most a Open Masters újonc, és akkor az Ádám mondta, én az Openba szerettem volna indulni, és akkor mondta az Ádám, hogy ha már rendőr vagyok, akkor ne induljak az Openba, hanem szóljak a erős rendőr kollégáimnak, és csináljunk egy rendőrcsoportot. Ez a tője velem van. Ne fogítom a kamion, könnyű lesz, jó? Vagy! Ez van! Megindult el a Tapasod! Silent, gyere, taposod! Nagyon jó lesz! Olyan idő, mint az enyém, hanem jó! Nagyon jó lesz! Taposod! Nagyon jó idő lesz! Mennyit tudtok erre készülni, gyakorolni? Tehát az alapvető edzés munka mellett mennyire lehet készülni egy 7,5-8 tonnás kamionra? Hát igazából pont ez a versenyszám az, amire nem lehet készülni. Szóval eljárunk edzegetni minden nap, mint bármelyik más versenyre, amikor készülünk, és akkor a kamionhúzás olyan, hogy vagy el tudom húzni, vagy nem. Úgy különösen nincs rá gyakorlat, amivel lehetne szimulálni, szóval erre nem lehet készülni. Vagy megy, vagy nem. Azért emeljük, hogy ezek nem egy egyszerű versenyek, azért van bennük veszély is. Aki holnap neki akar kezdeni, persze nem ajánljuk elsősorban, mi az, amit edzésmunkát el kell, hogy végezzen, hogy eljusson erre a szintre? Hát először is járni kell konditerembe, súlyzós edzéseket végezni, és hát végül szerintem, hogyha valaki kőkeményen, nagyon elhatározottan mondjuk egy évet készül, ilyen erős ember edzéssel, ilyen edzéstervel, akkor szerintem egy év alatt eljuthat odáig, hogy például az Openba 5.-6. helyezést lehet, hogy el tud érni. Meg hát ugye genetikától is fog, hogy kinek mennyire fekszik. Például nekem én úgy érzem, hogy az állva meg ülvehúzás is az én számaim, azok jók nekem. Például van a kőgolyó emelés, azt nagyon nem tudom csinálni, azt nem is szeretem, úgyhogy az nagyon rossz vagyok benne. Akkor van a koffercipelés, abban is nagyon rossz vagyok, úgyhogy ez így genetika válogatja, de szerintem a kamionhúzásra azért könnyebb felkészülni, mert ugye ahhoz csak a súlyzós edzés kell, külön nem kell rá készülni. Fölkész vagy, Gabigám? Meg vagyok. 3, 2, 1, rajt! Gyerünk, Gabi! Lábbal, tord meg! Úgy. Azaz. Láb. Sok láb, Gabi, sok láb. Azaz. Gyerünk! Gyerünk, gyerünk!
Gyere, ott van, meg lesz!